germán szóból ered, a regényből, amit középkorban használtak kifejezésként arra, amikor anyanyelven íródott egy alkotás, tehát a latin tudományos dogmatikához tartozó művekkel szemben az anyanyelven megszólaló műveket hívták románnak. És a jelentés változása ugye megtörtént, de alapvetően 18-19. Században a regény a mai fogalom körül határozódik meg. És innentől kezdve a regényes élet, a regényes, kalandos gondolkodásmód benne van, és a több szálon futás. A regényben ugyanis úgynevezett polifónia, legalábbis bizonyos Bakhtin megfogalmazása szerint polifónia van, több szólamuság működik, több regiszter, nyelvi regiszter megszólalhat, tehát a parasztember a saját nyelvén szólal meg, a nemes a saját nyelvén, a polgár a saját nyelvén beszél, szemben a drámával vagy más olyan irodalmi művekkel, ahol ugye a nyelv használatot egy picit egységesítik, és akkor tulajdonképpen mindenki olyan nagyon kis szépen szólal meg. Tehát a világ sokrétűvé vált, egyének vannak benne, és a történelem az a lépték, amiben ezek a szólamok egymással kergetőzve fonják és hagyják a világot, aminek valahol nincs vége. Tehát az időbeli szemlélet, az időben gondolkodás lett egy nagyon fontos eleme a romantikának, a történelem, hogy az ember a történelem szereplője, és a történelem valamiképpen zajlik, és történelmen kívül nem nagyon zajlik, vagy nem tud az élet más kereteken futni, tehát a történelmi gondolkodás, a történelmi ember és a történelmi események. Na most ki igazgatja ezeket az eseményeket? A véletlen? Egy-egy nagy hős, a néplélek, majd Tolstojnál például, tehát itt már megint a viták indulnak el. Én maradok az egyszerűbb logikánál, és egy variációt mondok, a hős mozgatja, és a véletlenek, amiben a hős hőssé tud válni. A korszak meghatározó fogalma az egyén, akinek megismételhetetlen, időben véges élete különbözik másokétól. Az eredetiség kultusza ennek révén születik meg, s a mai napig meghatározója világképünknek. Az egyén képessége az, hogy a szabályokat nem tartja be. Ugyanis a szabályok általánosítóak, az volt a klasszicizmusra jellemző, racionális, osztályozó gondolkodás. A klasszicizmus a romantika ellen klasszicizmusként indul el, és hirdeti azt, hogy semmiféle utánzás, az antikvitás művészi eszményei, amit lefektettek, harmonikus, szép rend, innentől kezdve a művész dolga, hogy annak alapján azt utánozva alkosson. És erre jön a romantikus művész, és azt mondja, nem. Semmilyen politikai szabály, semmilyen műalkotás, gondolkodásmód, szabályrendszer, még az erkölcsi normák sem szabhatják meg az egyénnek a határait és a kereteit. Az egyén önmagából fogja a ihletettségéből, az érzelmekből, a belső tapasztalataiból és élményeiből, mint egy vulkán maga fogja megteremteni a szabályait. Ezt hívjuk zsenikultusznak. Tehát a romantikáról indul el a zsenikultusz, az eredeti egyén önmagából, belső tapasztalataiból és élményeiből születő eredeti műalkotás. És ezen eredeti műalkotáson keresztül, ami mindenek felett áll, amit az ember alkothat, ezen keresztül lényegében megdicsőül az egyéniség. Avval, hogy az élmények, az ellentétes érzelmek és tapasztalatok, a természet, mint ennek a végtelen tárháza, lényegében az embernek a sötétebb oldalait is elő tudja hozni. A halált, a félelmet, a rettegést. Itt láthatunk például Goyának ugye egy képét, modern szóhasználata, egyfajta pszichonalitikusság is megnyilvánulhat benne, a tudat alatti feltárása. Nem szeretem ezt az irányt, de sokan így is mondják, hogy ebben a korszakban a változások, a hihetetlen történelmi mozgások Napóleontól elkezdve a 48-as szabadságharcokig, a teljes társadalmi átalakulás, a városba való bevonulás létrehozott egyfajta totális emberfogalmat, ami azt jelenti, hogy az ember egy sóvárgó lény, aki a végtelen után vágyakozik a maga egyediségében és magányában sok esetben, és felfedez olyan elemeket és olyan erőket, olyan mély mozgásokat a világban is és önmagában is, amely nem feltétlenül a szép, derűs, harmonikus rendezettséget, hanem pont annak ellentét és a felforgatást, a lázadást, a luciferi magatartást hozza. A romantika szülötte Lucifer, Mephisto alakja, aki az emberben lakozó erőket testesíti meg,
azt, hogy az alkotás egyben rombolással is jár. Hát az eredeti egyéniség az alkotásával, mint egy vulkán, ahogy kitör az ihletettség formái, az egyben pusztítót is jelent, tehát minden, ami avít, elavult, vagy ami szabályszerűen dogmatikusnak tűnik a múltból, azt rombolni fogja, és egy ilyen teremtő, romboló, de újjáépítő, lázadóan felépítő helyzetet hoz létre. És a lázadás ott jön benne, hogy sokan ugye ragaszkodnak az ismert formákhoz, az egyéniség, aki ennek neki megy, ott egy ilyen közösség kontra egyéniség szembenállás is létrejön. De ez a művekben úgy fejeződik ki, itt De La Croix, ugye nagy festők közül Jericho, akit említhetnék, és Goya is, akinek a sorozataival feltárja a képzelőerőben, az emberi lélekben és a legmélyebb érzelmekben lakozó ellentéteket és félelmeket, a butaságot, az őrültséget, ami ott lakozik bennünk, és a sorozataink keresztül például Goyának szép metszetei vannak, ahol ezeket az őrület formáit hozza felszínre. Amikor az ész aludni megy, akkor a képzelőerőbe indít. És itt is látható tulajdonképpen a bennünk lakozó, a Goya, a Kronosz festmény, ugye a Szaturnusz felfaj a gyermekeit, az időnek alávetett ember, a halálnak alávetett ember, aki állandóan küzd ebben a végtelennel, meg akarja hódítani, de pontosan tudja, hogy az meghódíthatatlan. Egy olyan paradoxon születik meg, ami a mai modern embernek a kevésbé rendezett, sokkal inkább a benne lakozó állandó hajtóerő motornak a felfedezését jelenti. Mi is egy picit ilyenek vagyunk a mai világunkban. Rohanunk, meg akarjuk hódítani, véget akarunk vetni neki, hogy egyszer úgy szép rend legyen, miközben valahol pedig áhítozunk sóvárogva arra a végtelenre, amely mégiscsak meghódíthatatlan. Ez a fajta belső ellentmondás ennek a korszaknak a nagysága. És vannak hősök, akik ezt képesek legyőzni, önmagukat legyőzve, felülemelkedve példamutatóként, ezek lesznek a romantikus hősök. Úgyhogy a romantika nem a szerelemről szól. A romantika egy sokkal szélesebb körű, mindent magába foglaló korszak, és talán itt ebben az idő felfogja a gyermekeit, mindannyian áldozatállásunk az időnek, mégis küzdünk ebben a magunk módján egyénien. És ez már egy ellentétes, drámai, szimpadias kicsit, és sok akcióval teli életet követel meg tőlünk. Úgyhogy talán a romantikának egy nagy átfogásban a keretei itt találhatók. A géniusz, történelmi gondolkodás, a történelmet mozgatás, az egyének a mindent feltörő és eltörő, az utánzás nem szerető belső lángolása, az, ami ma már ismert képek lehetnek, sok más mellett a nemzeti hagyományok, a keleti, tehát az ázsiai kultúra hatása, a különösség, az érdekesség bejövetele, ez mind-mind felpestítette itt a 19. századot, és azt gondolom, hogy sok a dinamikájával máig erőteljesen hat.